Ezen a térképen azokat az illegális lerakókat jelölték be a szekszárdi civilek, amiket ők találtak, vagy amiket jeleztek számukra. Az idén megalakult szekszárdi hulladékkommandó folyamatosan frissíti ezt a térképet, amit a legnagyobb közösségi oldalon is közzétesznek. A több mint 30 feltárt szemétlelőhely közül az egyik az 56-os út melletti területen fekszik. Itt hatalmas halomban áll a használt gumiabroncs. A szekszárdi civil kezdeményezés ötlete akkor vetődött fel, amikor a kormány bejelentette természetvédelmi akcióját. Országszerte felderítik a szemétlerakókat a Tisztítsuk meg az országot programon belül. Ennek célja a körforgásos gazdálkodásra való átállás, azaz minél több hulladékot hasznosítson újra Magyarország. Jelenleg tesztüzemben zajlik a program, melynek keretében egy ingyenes mobil alkalmazással jelenthetik be a felhasználók, ha szabálytalanul elhelyezett hulladékot látnak. Szabó Antal, az Aliszka Terra Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója azt mondja, tisztában vannak azzal, hogy Szekszárdon, valamint Tolna megye több pontján szeméthalmok alakultak ki az odahordott műszaki cikkektől, bútoroktól, alkatrészektől, ám elszállítani csak akkor tudják, ha van rá forrás, az pedig nem mindig áll rendelkezésre. A legtöbb illegális hulladék lerakó megszüntetésének a legnagyobb problémája az, hogy nem tudjuk megoldani saját forrásból a megszüntetést, az elszállítást, az ártalmatlanítást. Tehát mindenképpen központi forrásokat igényel. Tavaly 4 településen számoltak fel illegális hulladék lerakókat, Tolnán, Bátaszéken, Szekszárdon és Őcsényben. Az idei évben sajnos csak képviselő kezdeményezéseit Szekszárdon volt lehetőségünk, ezt a társaságunk finanszírozta meg. Önkormányzati segítséggel gyűjtötték össze a hulladékot, ez a Tarcsai lakótelep, illetve a rutinpálya, illetve a kilátó és környéke. Szintén még az idejében zajlott a Bátaszék második üteme, ami önkormányzati finanszírozású volt. A jogszabály úgy szól, hogy a szemetet csak kijelölt helyen, a biztosított közszolgáltatást igénybe véve lehet lerakni, vagyis a hulladékudvarba kell bevinni, ha nagy mennyiségű szemétről van szó. Ha nem így szabadulunk meg a hulladékunktól, 150 000 forintos bírságot is kiszabhat a hatóság, és akár börtönbe is zárhatják a szemet előtt a törvény szerint, mondta a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely szabadságvesztéssel is büntethető. A büntet 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha veszélyes hulladékot is érint. A bűncselekmény gondatlanságból elkövető vétség miatt 1 évig terjedő, illetve ha veszélyes hulladékot érint, 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Szerettük volna megtudni a hulladékradarért és az országos kezdeményezésért felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, hogy egy bejelentés után hogyan történik a szeméthalom felszámolása, és miből fogják azt finanszírozni, de későbbre ígértek tájékoztatást.